Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt van is Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Visszavágtak a Vasasnak az őszi vereségért a listavezető cápák. Egy pontot szerzett a Debrecen ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. Hétfőn elkezdték az edzéseket a Nyíregyháza Spartacus játékosai. Japán után Portugáliába utazik a gyalogló Helebrant Máté. A hagyományokhoz híven focival indult az év a Continental Arénában. Második idei mérkőzését is megnyerte a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák a Vasas Akadémia csapatát verték 83-67-re. Az első félidőben hagytuk, hogy a Vasas játéka érvényesüljön. Ők ilyen kemény, agresszív védekezést játszanak a falhatáron. Hagytuk magunkat, aztán a második félidőben megmutattuk, hogy mi is tudunk így védekezni. Mit kértetek a játékosoktól a félidőben? Igazából ez, hogy keményebben védekezzünk, mindenképp az volt a kulcs, és amikor elkezdtünk keményebben védekezni, akkor könnyű kosarakat tudtunk dobni, és amikor megvolt a különbség, onnan már könnyebb volt játszani. Egy héten belül ugye három mérkőzés játszik a csapat, kezdtük vasárnap itthon a Baj ellen, most ez a Vasas elleni meccs is, vasárnap egy rangadó Veszprémben a második helyezett csapat otthonában. Azt mondtad, hogy az a cél, hogy a három meccsből azon legyen a legjobb formában a csapat, jó úton haladunk? Most a második félidőt nézem már, igen, jobban játszottunk, mint a Baj meccsen, illetve az első félidőben. Mindenképpen azon vagyunk, hogy vasárnapra meglegyen a forma. Miben kell többet nyújtani, plusz nyújtani a mostani teljesítményhez képest ahhoz, hogy a Veszprém otthonában is nyerjünk. Tegyük hozzá, hogy a Veszprém ugye most legutóbb Salgótarjánban veresége szenvedett, úgyhogy minden bizony egy motivált csapat ellen lépünk pályára. Igen, hát a Veszprémnek három veresége van most zsinórban. Hát úgy kell elkezdenünk a mérkőzést, ahogy itt befejeztük, ilyen kemény agresszív védekezéssel és pontosabb játékkal, és akkor úgy gondolom, hogy nem lett probléma. Ha csak a végeredményt nézzük, lehet azt mondani, hogy érvényesült a papírforma, két negyeden keresztül viszont alaposan megnezítettétek a Nyíregyháza dolgát. Hasonlóra készültetek, és miért nem sikerült tovább? Igen, megnehezítettük a dolgukat. Azért a két csapat nincs ugyanabban a súlycsoportban, én úgy gondolom. Főleg most a Nyíregyháza szerintem a legjobb formában lévő csapat az egész bajnokságban. Az volt a különbség más mérkőzésekhez képest, hogy nyilvánvalóan egy ilyen erős hazai csapat azért jobban büntet. Azaz azt jelenti, hogy mi nekünk a kevés lehetőségeinket kellett volna kihasználni. Majdnem tökéletes játék kellett volna itt a győzelemhez, vagy az EGL mérkőzéshez. Ez sajnos ma nem sikerült. Mi a cél ebben a bajnokságban Vasas számára, hiszen viszonylag kevés győzelmetek van, de nagyon sok meccset veszítettek el úgy, hogy lett volna esély a győzelemre is. Szeretnénk a előttünk lévő csapatok ellen, mondjuk akik a negyediktől lefelé vannak, azokkal szoros és jó meccset, illetve győzelmet szerezni ellenük, és meglátjuk, mire lesz elég. Most egyelőre, ahogy néztem tegnap a tabellát, 4 győzelemmel vagyunk lemaradva az előttünk lévőtől, de 5 győzelemmel már az 5. hely is elérhető, úgyhogy jelenleg a csapat célja nem lehet más, mint megcsípni a 8. helyet. Valahogy. Mérkőzés előtt a tabellára tekintve nagyjából sejthető volt, hogy mi lesz a végkimenetel, ezt tudta is talán mindkét csapat. Mennyire nehéz egy ilyen meccsre úgy felállni, hogy az első percre koncentráltak legyetek egy olyan ellenféle szemben, aminek nincs veszítenivaló és megrendszeresen kellemetlen a játék stílusa? Pontosan itt a lényeg, hogy nincs veszítenivalójuk, és szerintem borzasztó nehéz. Nyilván elvileg profi sportolók vagyunk, tehát ezzel együtt kell tudni játszani, de amikor folyamatosan jönnek az olyan meccsek, ahol esélyesek vagyunk, hál' Istennek elértük azt, hogy szinte mindenki minket akar már megverni. Ide jönnek szerintem ez egy nagy igazság is alapjáraton, hogy jó csapat ellen jobb játszani, teher nélkül, felelősség nélkül, és nekünk pedig egyre nehezebb felpörögni. Gondjaink is voltak ezzel az első félidőben, de félidőben kaptunk egy kis fejmosást, amit igazából már szerintem magunkba is lerendeztünk volna. Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy keményítsünk a védekezésen, amit megtettünk, és egészen jóra sikerült, hiszen 21 pontot kaptunk talán a második félidőben, ami azért nagyon jó. És örülök, hogy sikerült behúzni, és tudunk menni egy jó rangadót játszani vasárnap. Az pedig, vagy az viszont mekkora erőt ad, hogy tudjátok, hogy ha azért gyengébe megy a játék, vannak olyan játékosok a pályán, akik mindig elő tudnak húzni valamit a cilinderből. Igen, egy jó csapat ismerő elvileg ez, hogy gyenge játékkal is be tudja húzni az ilyen kötelezőket. Ez nagyon jó idén, és tényleg mindig van valaki, aki elő tud lépni, nem feltétlenül itt a dobott kosárra gondolok, egy jó védekezéssel, egy szerzett labdával, bármivel. Ezért is érzem azt a csapatunkban idén, hogy bármire képes lehet.
egy esetleges veszprémi győzelemmel nem csak az előnyt lehetne növelni a tabellán, egy picit előt is lehetne demonstrálni, több az, mint egy egyszerű meccs, hogy felesleges túlgondolni. Szerintem felesleges túlgondolni. Én még mindig úgy gondolom, hogy hiába a veszprém rossz formája, hiába most már hál' Istennek meccs előnnyel vezetjük a tabellát, hát nem feltétlenül mondom, hogy mi vagyunk az esélyesebbek. És talán ez az, ami nekünk erőt adhat, hogy ők rossz formában vannak, valamilyen szinten nyerniük kell otthon, és szerintem az esélyesség terhe meg a hazai pálya előnye őket fogja nyomni. Felszabadultan kell játszani egy jó meccset. Nyilván, hogyha úgy alakul figyelni a pontarányra, de úgy emlékszem, hogy 20 ponttal nyertünk talán itthon, ami nagyon nagy előny, és bárhogy is alakul, próbáljuk meg azon belül maradni, de nem erre szeretnék gondolni. Azt várom, hogy felszabadultan egy jó játékkal hozzuk el a győzelmet onnan is. Egy pontot szerzett a Debrecen ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese 28-28-as döntetlenre végzett a vendégekkel. Nagyon küzdelmes, viszont színvonalba közepes szintű találkozót láttunk, ami egyébként megérdemelt, úgymond pontoszkodással a játékképe alapján tért véget. Azt gondolom, hogy egyik csapat sem tudott kiharcolni előnyt hosszantartó ideig, hogy ezt meg tudja őrizni. Nekünk volt pár, két-három gólos lehetőségünk, nem tudtuk megtartani, mert jól küzdött a Kisvárda, és csomó olyan keresztmozgásból, megbeszélt támadó taktikai megoldásból kaptunk gólt, amiből ugye készültünk ebbe a rövid időbe, és hát sebességben is messze elmaradtunk attól a legalábbis Törökországban látott színvonaltól és sebességtől, amit produkáltunk. Tudom, hogy nehéz három naponként sebességet, formát, mindent megőrizni, ráadásul úgy, hogy Despotovicsot nem tudtuk pótolni, akinek a lendülete, védekezésbeli megoldása hiányoztak. Összességében a belső három emberemet kellett zsigerelni, és hát úgy tudtunk, hogy az elején a Kovács Anna tudott egy pár jó megoldást csinálni, ugye a Vámos Petra a helyzet kialakításban és hetes kiharcolásban, tehát Buli egy pár extra megoldással mentette X-re ezt a meccset, mert a végjátékban sajnos sok olyan megoldást tapasztaltam, ami ugye veszélyeztette a pontszerzést. Így azt gondolom, hogy az egy pont, idegenben minden pontot meg kell becsülni, de mindenképpen azt gondolom, nekünk fejlődni kell a hétvégén sebességben a cserék játék lehetőségeinek a kihasználásában. Egyszerűen most nem tudtam cserélni. Tehát hiába próbálkoztam, nem tudtam cserélni a belső posztokon, és ez eddig nem volt jellemző, ez egy kétsoros DVSC, akiben, vagy amiben ugye tudtunk dolgozni, most ez egysorossá vált sajnos, és hát ugye széleken is közel sem volt az a lendület és helyzet kihasználás, illetve beállóban sem, amit szerettem. Összességében gratulálok a Kisvárdán, azt gondolom, hogy megérdemeltem, szereztem a pontot. Először is csalódott vagyok, mert a két pontért jöttünk, de sajnos ma valahogy nem igazán jött össze se a védekezésünk, se a lerohanásunk, a támadásaink is gyengébbre sikerettek, nem voltak meg azok az ütemek, azok a passzok, amik eddig jellemezték a mi csapatunkat. Nem tudom, miért volt ez így ma, remélem, hogy változtatni fogunk ezen, tehát hogy hétvégéig biztos vagyok benne, hogy javulnunk kell. Tényleg hiányzott védekezésből és támadásból a Despotovics, lehet, hogy ennek hiánya és a sokkal több forgatás, más játékképet játszunk. Hozzá kell szoknunk, mert most ő nem lesz egy ideig, úgyhogy ezzel javítanunk kell. Végül is az egy pont ott hazavisszük, úgyhogy én azt mondom, hogy a játékképe alapján ez jogos döntet, vagy hát X lett a mérkőzés. Én azt mondtam a csapatomnak, hogy hazai pályán nem engedhetjük meg magunknak, hogy feltartott kézzel álljunk mérkőzésre, de gyakorlatilag sehol azt gondolom, hogy az élsportban egy profi sportolónál az a minimum, hogy minden mérkőzésen mindig a 100%-at próbál nyújtani. Azt kértem, hogy ne ijedjünk meg, illetve ne legyünk megilletődöttek a Debrecentől, még bármennyire is jó csapat, viszont azt gondolom, hogy meg kell mutassuk, hogy nekünk is van tartásunk.
Talán egy picit a nyitott védekezéssel az elején, a mérkőzés elején meg tudtuk fogni azt a gyors játékot, amit ők nagyon erőteljesen forszíroznak, de azt gondolom, hogy az egész mérkőzésen a védekezésünkben azt hiányoltam, hogy az egy-egyen játékokat, a betöréseket nem tudtuk megfelelően hatástalanítani. A Vámos Petra rengeteg hetes kiállítást, illetve gólt harcolt ki az egy-egyen játékból, a Kovács Anna is sokszor gondot okozott a keresztjátékokból, illetve ebből utána ugye azért a Balszélnak elemeni sokszor eredményes volt. Viszont azt gondolom, hogy tudtuk tartani a lépést, és olyan dolgokban, amikben eddig nagyon nagy hátrányunk volt, talán most tudunk lépegetni előre. Moson Magyaróváron is azt láttam már, illetve a mai mérkőzésen is. A kollégám ugye említette, hogy nem nagyon volt lehetősége cserélni, illetve rövidebb volt a kispadja valóban. Igen, ezt tudom, sajnos milyen érzés, egész évben ezzel küzdünk. Most talán egy kicsit hosszabbak vagyunk, de azért a két új igazolásunknak még nagyon-nagyon kezdetleges a formája, habár ma azt gondolom, hogy az Alonya az Ikneva hozzá tudott tenni elég sokat a teljesítményünkhöz. Építjük tovább a csapatunkat, én azt gondolom, és már említettem sokszor, hogy hétről hétre egységesebb lesz és érettebb lesz ez a csapat. Sokat dolgozunk, a lányok nagyon-nagyon keményen oda teszik magukat, büszke vagyok a mai teljesítményükre. Még hogyha nem is nyertünk, azt gondolom, hogy ez egy fontos pont, és lehet, hogy színvonalában nem volt nagyon magas színvonal a mérkőzés, de a nézők biztos, hogy egy izgalmas és küzdelmes mérkőzést láthattak. Összességében nagyon elégedett vagyok. Tényleg tudtuk, hogy egy nagyon erős ellenfélt fogunk itthon fogadni, és az volt a célunk, hogy minél felszabadultabban tudjunk játszani, és a megbeszélteket be tudjuk tartani, mint védekezésben, mint támadásba. Úgy érzem, hogy az első fél időben a védekezésünk nem volt kellően feszes, a gyors lerohanásokat hozták ránk, és nem tudtuk megállítani a Kovács Annát, ebből könnyű gólokat kaptunk, de aztán a másik fél időben úgy érzem, hogy a védekezésünk feljavult, és sokkal agresszívabbak voltunk, és segítettük egymást. Szerintem ez egy nagyon fontos pont volt nekünk, hogy ez az egy pont, amit itt tudtunk tartani. Tudtuk, hogy nagyon erős ellenfél a DVSZT, úgyhogy én büszke vagyok a csapatra, és szerintem ebből lehet tovább építkezni. Hétfőn elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari szombaton edzőmeccset játszik a Debrecennel, majd a jövő héten törökországi edzőtáborba utazik Lengyel Roland együttese. Nem terveztünk nagy mozgást a csapaton belül, 5 távozó volt, abból 4-et terveztünk, hogy a jó Levendét nem terveztük, hogy elment, ő így döntött, hogy máshol folytatja a pályafutását, elfogadjuk a döntését, és 4 játékos érkezett, 2 kapus, a Fagyas Tomi tért vissza Újpestről, ő már volt itt az elmúlt szezonban, ismerjük a játékát, tudtuk, hogy kit engedünk be az öltözőbe. Az Ásványi Balázs a Komárnóból a szlovák másodosztályban védett az elmúlt fél szezonban, az U19-es válogatott kapusát hoztuk ide Nyíregyházára. A Patvaros Zsolti Kecskemétről érkezett, Balmazújvárosba futballozott MB2-be, de a Balmazúj, ugye tudjuk, hogy megszűnt. Ezért csak Kecskeméten talált csapatot, most Nyíregyházán folytatja a pályafutását, hogy középpályás poszton számolunk vele. A Györgyi Artúr pedig az elmúlt fél évben Debrecenben volt, előtte Csíkszeredán futballozott, román másodosztályba, őt hoztuk szélső támadó pozícióba. Meglehetősen korán, február elején folytatódik majd a bajnokság. Hogy néz ki a felkészülés? Mit tudtok tenni azért, hogy ugyanott folytassátok, ahol abbahagytátok össze? Igen, nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, ennek megfelelően megkapták az egyéni programot a játékosok, tehát nem nulláról kell elkezdeni, egész jó állapotba tértek vissza. Jó hangulatban, most a héten egy ilyen szinte rávezető hét lesz, orvosi vizsgálatokkal fog eltelni a hetünk, plusz szombaton játszunk a Debrecen ellen egy edzőmérkőzést, majd a következő héten még Kassával játszunk a Városi Stadionban Műfűvön, egy edzőmérkőzést is utazunk Törökországba 10 napra, ott 4 mérkőzést fogunk játszani, majd visszatérünk Nyíregyházára és ráforulunk a bajnoki hétre. Az utolsó 6 fordulóban 6 győztes meccsel, egy picit feljebb emeltétek a lécet. Mi az elvárás tavasszal a csapattal szemben? Először is az elvárás az volt, hogy elkerüljünk a kieső helyről
ami sikerült, stabilizáljuk magunkat a középmezőnyben, hogy milyen elvárás igazából az elmúlt időszakban 6-6 mérkőzést nyertünk, hogy ez fenntartható, minél tovább akarjuk ezt folytatni, ezt a jó sorozatot, hazai pályán a soroksárral kezdünk, erre az egy mérkőzésre koncentrálunk, és mi meglátjuk, hogy mi van a csapatban. Az biztos, hogy a csapat bebizonyította, hogy lehet rá számítani, játékosok bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani, plusz vannak érkezők, akik azt gondolom erősségei lesznek a csapatban, bízunk a jó tavaszi folytatásban. Nem volt túl hosszú a téli szünet számotokra sem, de azért gondolom kellemesen telt. Milyen érzésekkel, milyen hangulatban jöttél vissza? Ugye a felkészülési időszak előtt kaptunk edzésprogramot, azt én is elvégeztem. Jó volt otthon lenni, azért egy picit sikerült feltöltődni, úgyhogy már nagyon vártam a kezdést, és örömteli, hogy a srácok is jól dolgoztak, jól mozog a csapat, úgyhogy várom a következő szezont. Távoztak már játékosok, köztük egy kulcsjátékos, ugye Jova Levente is. Csapatkapitányként lesz szereped abban, hogy az öltözői hierarchia minél hamarabb kialakuljon, hiszen azért távozók, érkezők esetén van egy kis mozgódás ezen a téren is. Igen, ugye a Levi személyében egy fontos láncem hagyta el a csapatot, de azt gondolom, hogy a szakmai stáb az azon dolgozik, hogy megfelelő utánpótlást találjon erre. Ez majd a későbbiek során eldől, hogy ez sikerült-e. Azt gondolom, hogy az öltözői hangulata az azért megmaradt, egy nagyon jó hangulatú összetartó társaság alakult ki, ami én abban bízom, hogy a későbbiekben is így fog maradni, hiszen ennek köszönhető azért az utolsó 6 meccsen szerzett eredményünk. A jövőre nézve pedig azt gondolom, hogy minden új játékosnak megadjuk a kellő bizalmat és a tiszta lapot. Én bízom benne, hogy ezzel élni fognak és hozzá tudnak tenni a Nyíregyháza Spartacus sikeres szerepléséhez. Nagyon sok meccs van még hátra, bár azt mondják, hogy tavasszal duplán meg kell küzdeni a pontokért. Ha tudnátok folytatni úgy, ahogy abba hagytátok, ősszel akar bárhova odaérhet a csapat, látsz esélyt? Én azt gondolom, hogy most olyan helyen vagyunk, amiből ugye két irányba lehet menni, mi szeretnénk inkább felzárkózni az élmezőnyhöz, azonban azért néhány vereséggel hamar le is lehet csúszni. A legfontosabb az, hogy a csapat stabilitása megmaradjon, az újonnan érkező játékosok jól beépüljenek, és hogyha ez sikerülni fog, akkor azt gondolom, hogy előre fogunk tudni lépni, és még az is lehet, hogy sikerül följebb zárkózunk. A decemberi japán edzőtábort követően ismét hazai környezetben készült Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló a hétvégén Portugáliába utazik, hogy a lehető legjobban fel tudjon készülni az év első versenyére. A japán szövetség kötötte egy két oldalú megállapodást a Magyar Olimpiai Bizottsággal, hogy oda-vissza segítik egymás versenyzőinek a felkészülését, és ezért adódott ez a lehetőség, hogy mi is kimenjünk Japánba edzőtáborozni. Mi Tokiótól egy 120 kilométerre lévő félmilliós kisvárosban voltunk, Utsunomiyában. Itt töltöttünk el 3 hetet, a feltételek nagyon jók voltak, az ottani segítőink nagyon kedvesek voltak, bármire, amire szükségünk volt, megadták, és igazából nagyon-nagyon jól sikerült ez az edzőtábor. Mennyi kilométert tettél a lábadba? Nekünk ugye ez a téli időszak, ez az alapozó időszak. Nagyon sok monoton és hosszú edzések vannak ilyenkor, és mivel kint az időjárás tökéletes volt, tehát ilyen 10-15 fokok voltak, ezért adott volt az időjárás is arra, hogy nagyon sok hosszú edzéseket csináljunk, és így ilyen heti 160-170 kilométereket tudtunk teljesíteni. Itthon ebben a hidegben nem tudtunk volna ilyen hosszú edzéseket csinálni, de szerencsére ott ezeket meg tudtuk csinálni, és mondhatni, decemberben még sose voltam ilyen jó formában, mint most, és ez ennek is köszönhető. Ez az edzőtábor arra is jó volt, hogy picit beleszagolja a japán életbe, a japán kultúrába, megismerek egy japán ételekkel. Milyen tapasztalatokat szereztél? Ilyen szempontból is nagyon fontos volt ez az edzőtábor. Már csak az utazás szempontjából is, ugye 8 óra az időeltolódás. Meg tudtuk tapasztalni, hogy hány nap kell az átállásra. Nekem 4 nap kellett, a többieknek egy kicsivel több. Ezt mindent felírtam, és akkor jövőre ezt már, most idén már tudni fogjuk az olimpia előtt. Az ételekkel is
megismerkedtünk, rájöttem, hogy a japán konyha az nem a kedvencem, de valószínűleg az olimpián ugye ott interkontinentális éttermek lesznek, szóval ezzel nem lesz gond. A japán kultúra egyébként nagyon különleges, és ez nagyon tetszett. Ilyen szempontból mindenképpen hasznos volt az edzőtábor. Bár az olimpia központja Tokió, a gyalogló versenyek, a maratonfutás nem Tokióban lesz, hanem Szapporóban. Ugye a Dohai VB óta tudjuk, hogy mennyire kulcs szerepe van az időjárásnak. Az ottani várható körülményekről mit tudsz? Így van. Ezért is rakták át a gyaloglóknak, meg a maratonistáknak a versenyszámait Tokióról Szapporóba. Mivel Tokióban is egyébként hasonló klíma van, mint ami volt Katárban. Éppen ezért, mivel Szapporó 800 km északabbra van, ezért ott jóval hűvösebb van, illetve nem annyira párás. Hát mi most Tokió mellett voltunk, szóval azt nem tudtuk megtapasztalni, hogy Szapporóban milyen van, bár ott most kemény tél van, de a verseny szempontjából mindenképpen nekünk jobb lesz, hogy Szapporóban lesz és nem Tokióban. Hogyan néz ki a következő hetek programja? Január 12-én utazunk Portugáliába, Albufeirába edzőtáborozni. Ott 3 hetet fogunk eltölteni, aztán 1 hétre hazajövünk, és visszamegyünk még 3 hétre, mivel márciusban lesz egy nagyon fontos versenyem Szlovákiában. Idén ez lesz az első kvalifikációs verseny az olimpiára, és mivel tavaly mi nem sikerült a biztos szintidőt meggyalogolnom, ezért nagyon szeretnénk idén teljesíteni, és ha lehet, akkor minél hamarabb ezen a versenyen. A hagyományokhoz híven focival indult az év a Continental Arénában. 15. alkalommal rendezték meg a Kelet-Magyarország Icebank Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. Szenzációs mezőny jött össze, főleg a szombati napon, hiszen akármelyik csoportban, akármán döntőt is játszhattak volna a csapatok, és nagyon örülök neki, hogy ilyen jó csapatok jöttek el. Minimál picivel kevesebb csapat nevezett most a tornára, de a legjobb csapatok eljöttek a környékünkről, Hajdú, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és a városi bajnokságból természetesen is itt vannak a legjobbak. Óriási mérkőzések vannak, nagyon minimális számú olyan mérkőzés van, amikor nagy gólarányú győzelmek születnek, de nagyon sok olyan meccs van, amelyik csak egy góllal dől el, és itt 15x2-es kapu van, itt azért elég sok gólnak kellene esni, de nagyon jók a csapatok, és örülök annak, hogy nagyon sokan kijöttek, már most a szombati napon is olyan 800-an, 1000-en kín vannak a lelátón, bízom benne, hogy vasárnap viszont, mikor már az egyenes kieséses rendszerű döntő lesz, akkor még többen leszünk, és akkor már lesz majd egy női mérkőzés is. Mennyire népszerű a játékosok korében az, hogy ugye kézilabda méretű 20-40-es pályán viszont 5x2-es kapura játszanak? Népszerű, mert ugye nagyon sok gól esik tulajdonképpen, de viszont a nagypályás csapatok is ezért szeretnek eljönni erre a tornára. A kispályás csapatok meg azért megkipróbálják magukat, hogy milyen az egy kicsivel nagyobb kapura játszani. Élvezetesebb a játék, és ezért is szeretik. Már 15 éve zajlik a Kelet-Magyarország Eszma Hungária kupa, hiszen most jubilálunk, és én bízom benne, hogy még hosszú éveken keresztül fognak ide jönni a csapatok. A jövő évi tornát már elkezdtük szervezni, hiszen nagyon sok olyan csapat már megkeresett, hogy már úgy gondolkodjak, hogy ők mindenféleképpen itt lesznek. Sok olyan új csapat jött el hozzánk, akik még nem jártak itt nálunk, többek között a nyírcsászári csapata, és ők már el is mondták, hogy mindenféleképpen szeretnének itt játszani, örültek neki, hogy játszhattak a Continental Arénába, és én bízom benne, hogy sokan fognak még hozzájuk csatlakozni. A torna után sem maradnak játék nélkül a nyíregyházi kispályás csapatok, mikor folytatódik a téli terembajnokság? Igen, rögtön 7-én kedden már folytatódik a bajnokság, hiszen ezért volt most egy pici szünet, és azt követően egészen február végéig, hétfő, illetve kedd és szombati napokon játsszuk a 40 csapattal a bajnokságot. Február végén lesz a szuper döntő, ahol kiderül majd, hogy melyik csapat a 2019-2020-as Decathlon konyhaművel városi kispályás teremlabdarúgó bajnokság szuperbajnoka.
A tornát végül a tavalyi ezüstérmes újfehértói Macsa Kft. Csapata nyerte a Nyírgyulaj előtt. A harmadik helyen a Balabau Cigány, a negyediken pedig az Osszágy Nyírségszerviz együttese végzett. A gólkirályi címet a kupagyőztes játékosa Sigér Ákos szerezte meg, a legjobb kapusnak az Osszágyos Pór Lászlót, a legjobb játékosnak pedig a nyírgyulai Vitalai Bajsút választották meg a szakemberek. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!